foglalkoztatja a közvéleményt ez a súlyos helyzet, ami kialakult a Tungszoromnál, hogy Köze 1600 dolgozót küldenek el a cégtől, és minden alkalommal, most is meghallottuk a szakszervezetek és a munkavállalók hangját. Én az utóbbi néhány napban kétszer is megszólaltam a parlamentben ez ügyben, de, de nem elég csak a parlamentben megszólalni és ott tenni a dolgunkat. Természetesen mindig a helyszínen is tájékozódunk, szakszereti vezetőkkel, munkavállalókkal beszélünk, ezért jöttünk ide ma Újhely István, európai parlamenti képviselőnkkel, is Jámbor András Ország országgyűlési képviselőtársammal, szakszereti vezetőkkel, üzemi tanács vezetőivel tárgyaltunk, beszéltünk, és elmondtuk azt, hogy mi hogyan tudunk segíteni. Vannak konkrét javaslataink, ezekről a politikus társaim is fognak beszélni. A kormánynak tennie kellene, lépnie kellene, van is rá lehetősége. Mi minden parlamenten belüli és parlamenten kívüli eszközt be fogunk vetni azért, hogy segítsünk azoknak a munkavállalókat, akik most éppen utcára fognak tenni. Elmitettem az éventi felkonfban, hogy találkoztunk már, és akkor éppen, jól emlékszem, Dunaujvárosból jöttek át Nagykanizsára. Ebből is kiindulva talán mondható az, hogy nem egyedi sajnos a tungszran problémája az országban. Nem egyedi, és abban a tekintetben sem egyedi, hogy ahogyan a Dunafer is, ugyanúgy a Tungsanom is stratégiai partner cége a kormánynak. Ezért a kormánynak felelőssége van e, e tekintetben, már csak azért is, mert minden egyes ilyen stratégiai megállapodásnál lefektetik, hogy létrehoznak egy munkacsoportot, amely folyamatosan ülésezik, ezért a kormánynak képben kell lenni azzal is, hogyha ott probléma van és gond van. És mi azt gondoljuk, hogyha ezeket a cégeket sok milliárd adófizetői forinttal támogatja a kormány, akkor legyenek garanciák beépítve a stratégiai megállapodásokba, amelyek a munkavállalókat végig a tőkével ellentétben. Legyenek munkavédelmi, munkajogi garanciák, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Jelen pillanatban ezek nincsenek meg, ezt megpróbáljuk majd kihajtani a kormányból. Azért jöttem az országgyűlési képviselő kollégákkal, nagy Kanizsára, tárgyalni, a szakszervezeti vezetőkkel és a városi önkormányzati képviselőkkel, mert létezik olyan Európai Uniós forrás, amiből segíteni tudnánk a annak a sok száz embernek, országosan 1600 embernek, akiket most valószínűleg nehéz helyzetbe hoz a Tunxam csődje. Ez az Európai Globalizációs Alap, amely akár 85%-ban finanszírozni tudja a kormány kérésére és pályázatára a munkavállalók akár új munkahely keresését, képzését, átképzését, a jövőbeni akár önálló vállalkozás indítását, az álláskeresés idejében pedig támogatást tud nyújtani. Fel nem foghatom, hogy a magyar kormányzat az elmúlt hosszú években egyetlen egy centet sem hívott le ebből az alapból, miközben a német és a francia kormány nálunk jóval gazdagabb kormányzatok, hogyha ott ilyen elbocsátási hullámok vannak, akkor használják. 200, minimum 200 fő elbocsátása esetén ez az alap lehívható. Itt most sajnos ennél sokkal több emberről van szó. Ezért én most Nagykanizsáról Brüsszelbe utazom, az Európai Parlamentben pedig találkozni fogok a következő napokban mindenképpen az Európai Globalizációs Alapot is felügyelő, a foglalkoztatási szociális kérdésekért felelős Nikolás Schmidt biztosúrral, aki régi harcostársam, hiszen egy frakcióba ültünk korábban az Európai Parlamentben és ha kell, akkor a parlamenti, hazai parlamenti eszközökön túl, akár a kormányzat különböző tisztségviselőit is elkezdem hajtani, űzni, keresni a javaslatommal, segítek forrást hozni, hogyha a kormány hajlandó foglalkozni a problémával, nem kerülhetnek utcára segítség nélkül ezek az emberek. Visszatérve a válaszának az első részére, és nagyon rossz szófordulattal élve megpróbálom lefordítani a nézőknek, akkor nagyon egyszerűen fogalmazok, lenne arra uniós forrás, hogy a Tungstamból elküldött több mint 1500 ember támogassa az Európai Unió. Így van, van rá forrás, ehhez kormányzati akarat, Érzékenység és kormányzati program kell. Lenne esély arra, hogy ezek a munkavállalók akár Európai Uniós forrásból Átmeneti segítséget, támogatást, átképzést, vagy új munkahelyet találjanak. A kezemben fogom egyébként a Nagykanizsa város polgármesterének levelét, amit Fodocsopa képviselőnek küldött. Ebből nekem úgy tűnik, mintha egyelőre a politika, akár a polgármester úr, akár a kormány nem venné komolyan ezt a problémát, pedig perceken belül sajnos sok-sok ezer családnak az élete válik sokkal nehezebbé, miközben olyan inflációs körülmények vannak, olyan gazdasági körülmények vannak az országban, amely lehetetlenné teszi, hogy egyébként napra a másikra gondolkodva gondoskodni tudjanak szeretteikről. Ezért van nekünk itt dolgunk, és nem csak szólamokban, hanem akkor, ha kell, a kormány helyett mi fogunk dolgozni, de a kormány nélkül nem tudunk intézkedni.